Törvényességi felhívást kapott a szekszárdi polgármesteri hivatal augusztus 27-én a kormányhivataltól, mert az Éjjel-Szekszárd frakció két tagja, Bomba Gábor és Csötönyi László nem tettek eleget bizonyos törvényi kötelezettségeiknek, vagyis megválasztásuk után nem jelentkeztek be a köztartozásmentes adózók közé. Erre a választások utáni 30 napban kellett volna sort keríteni, de ez azóta sem, vagyis mintegy 10 hónapja nem történt meg. Az elmúlt 10 hónapban a közgyűlés úgy működött, hogy ezen két képviselőnek a mandátuma megkérdőjelezhető. Megkérdőjelezhető az is, hogy ami döntés született. Itt nagyon sok döntés hoztak SMS-el kapcsolatban, bérükkel kapcsolatban, cégvezetőkkel kapcsolatban, vagy éppen költségvetéssel kapcsolatban, azok érvényesek-e. Azt, hogy a képviselők eleget tesznek-e a törvényi kötelezettségüknek, korábban a KCV, vagyis a Kultúra Civil Szervezetek Városmarketing Bizottság vizsgálta. Ennek elnöke az egyik most érintett fél az Éjjel-Szekszárd frakció tagja, Csötönyi László. Ács Rezső polgármester ezért a KCV alelnökét szólítja fel, hogy tartson rendkívüli ülést, és vizsgálják ki, hogy fordulhatott elő az, amit a kormányhivatal állít, vagyis hogy Bomba Gábor az Éjjel-Szekszárd frakció vezetője, és Csötönyi László az Éjjel-Szekszárd képviselője nem tettek eleget törvényi kötelezettségüknek. Amennyiben a közgyűlés ezt nem fogadja el, akkor a kormányhivatal hivatalból 5 nap elteltével köteles elindítani az eljárást, úgyhogy nem fogok tudni képviselők kibújni az eljárás alól, mindenféleképpen ki fogjuk deríteni azt, hogy hol és ki hibázott ebben a kérdésben. Arról, hogy az Éjjel-Szekszárd frakció tagjai közül többen nem tettek eleget a törvényi kötelezettségüknek, a helyi városvédők elnöke beszélt először néhány napja. Szabó Balázs azt mondja, a kormányhivatal mostani levele bizonyíték arra, hogy a többségi frakció alkalmatlan a város vezetésére. Azt gondoljuk, hogy ezek az emberek tényleg azt képzelik magukról, hogy őnekik mindent szabad, ők törvényen kívül vannak, és őket királynak választották. Ezt több riportban elmondtam, hogy a képviselőség és a képviselői mandátum nem hatalmat, hanem szolgálatot kéne, hogy jelentsen. A hétértékelő sajtótájékoztatón elhangzottakkal kapcsolatban az Éjjel-Szekszárd frakció egy közleményt juttatott el a szerkesztőségünkhöz. Ebben azt írják, hogy szerintük az ő tagjaik közül senki sem követette el jogsértést, és eleget tesznek majd Ács Rezső polgármester kérésének, vagyis kivizsgálják, mi állhat a kormányhivatal felszólítása mögött.